Beszéljünk egy picit a hasizomról, a hasizomnak az anatómiájáról. Ugye van az egyenes hasizom, ugye a szegcsont és a szeméremcsont közötti szakaszon található az egyenes hasizom. És amikor végzünk egy törzs hajlítást, gyakorlatilag ezt a testrészt, ezt az izomzatot rövidítjük meg, kb. 50%-ban lehet maximálisan megrövidíteni. Tehát ez egyszer az egyenes hasizom, aztán van a külső-belső ferde hasizom, amely oldalra tudjuk a mozgást végezni, illetve forgató mozgásokat tudunk végezni. Természetesen az egyenes hasizom is dolgozik, és bármilyen mozgást végzünk, ugye ezek egymást segítik azért, egymást szinergista izmai. És van egy nem látható izom, ez a haránt hasizom, amely gyakorlatilag a gerincünket veszik körbe, egy ilyen övszerű izom, gyakorlatilag ez a tartásért, a testtartásért felelős izom, ez gyakorlatilag így működik, mint egy öv. Ennek az erősítése is fontos, ezt a Pilates edzésmódszerben egyébként ennek az edzését, erősítését nagy hangsúlyt kap. Maga egyébként a hasizom az ugye egy izomzat, tehát hogy mindenkinek kockás, illetve szelvényezett a hasizma, csak az a kérdés, hogy mennyire erős, mennyire szelvényezett, mennyire kockás, illetve hogy van-e fölötte zsír, ami eltakarja. Úgyhogy amikor a zsír eltakarja, akkor hiába erős egy hasizom, nem látszik, hogy mi van alatta. Érdemes akkor, ha valaki kockás hasizmot szeretne, a zsír százalékától megszabadulni, és amikor a zsír százalék elfogy, akkor jönnek elő azok a kockák, tehát érdemes hasizomgyakorlatokat csinálni, de a zsír százaléktól meg kell szabadulni, akkor ugye azt akarjuk, hogy láthatóvá váljon.